Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. A Kistelek Városi Önkormányzat évek óta rendkívüli települési támogatás formájában biztosít segítséget a kérelmezőknek az iskolakezdéshez. Az idei támogatás 2024. szeptember 11-ig kitöltött formanyomtatvánnyal igényelhető. A támogatásról Csősz Tamás, az önkormányzat munkatársa osztott meg fontos információkat. Kistelek Város önkormányzata idén is rendkívüli támogatással segíti az iskolakezdést. Hogyan történik ez? Ez a támogatási forma már mióta én itt dolgozom 10 éve fent áll rendkívüli települési támogatás formájában. Ezt kérhetjük be iskolázáshoz is. Ennek a határideje szeptember 11-e. A formanyomtatvány megtalálható a honlapunkon, illetve a 10-es irodában akár személyesen is átvehető. A jogosultsági feltételek között szerepel az, hogy a háztartásban az egy főre eső jövedelem a 99.750 forintot nem haladhatja meg. Illetve vannak méltányossági esetek, hogyha valaki egyedülálló szülő, tartósan beteg gyermeket nevel, tartósan munkanélküli, tehát ezeket figyelembe vesszük, és hogyha az összeghatárban nem is fér bele, de pozitív elbírálást kaphat a kérelem. Kik vehetik igénybe ezt a támogatást, és mire érdemes odafigyelni a formanyomtatvány kitöltésénél? Elsősorban az iskoláskorú gyerekek szülei azok, akik benyújthatják a kérelmet. Érdemes odafigyelni arra, hogy a formanyomtatvány határidőn belül érkezzen meg. Szeptember 11-e ugye a határidő, illetve nagyon fontos az, hogy minden melléklet megfelelően benne legyen a kérelemben. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, mennyien veszik igénybe ezt a támogatást? A legutóbbi bizottsági ülésen több mint 50 olyan kérelem érkezett, ami arra irányult, hogy támogassuk az iskolakezdést a hátrányos helyzetű gyerekek számára. Mekkora összeget kaphatnak azok a családok, akik megkapják ezt a támogatást? A támogatások egyedi elbírálás alapján történnek megállapításra, tehát a támogatási összegek. A maximális összege 28.500 forint, átlagosan 10 és 20.000 forint közötti összegek. Ez az összeg gyermekenként vagy családonként érthető? Nyilván azok a családok, ahol több a gyermek, ott magasabb összegű támogatás kerül megállapításra, de a 28.500 az családonként érthető. Augusztus 23-án az Európai Népek Fesztiváljának adott otthont a Balázsai Sportcsarnok. Az idei kulturális találkozóra Lengyelországból, Bulgáriából és még Spanyolországból is érkeztek fellépők. Európai Népek Fesztiváljának ad otthont a mai napon a Balázsai Sportcsarnok. Mivel várják az érdeklődőket? Remélem, hogy egy nagyon színes, kulturális kavalkád lesz, jó értelembe véve. Azt kell róla tudni, hogy most már második alkalommal szervezzük meg, tavaly is így nyár közepén, most egy nagyon kicsivel később, így augusztus vége felé, amikor szervezzük, és volt egy lehetőség, ami igazából a környező országok népeinek a tánca, kulturális élete, zenei repertoárja bemutató országjáró túra van, és ebben sikerült Balázsának is belépni, ezért az idejében már második alkalommal vannak. Meg kell említeni, hogy spanyol, lengyel föllépő együttesek lépnek föl, és lesz tánc is, lesz zene is, és különböző korosztály lesz, gyerekcsoport is, lesznek felnőttek is. És amikor az ember ezt hallja, hogy néptánc, európai népek tánca, akkor én bennem mindig az merül föl, hogy huha, így ezáltal talán szomszédainkat jobban meg lehet ismerni, és még jobban közelebb kerülünk egymáshoz, értékeljük egymás kultúráját, egymás identitását, és ez nagyon jó alkalom arra, hogy ez a megyejáró lehetőségbe be tudtunk csatlakozni, és most ezek a külföldi, az előbb említett külföldi együttesek eljönnek, és helybeli, kisteleki és még környékbeli, például csólyospálosi föllépők is színesítik ezt a repertoárt. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon tartalmas, szép kulturális élménynek leszünk részesei, akik ide ellátogatnak ma este Balástjára.
a Bába Bokra Néptánc Együttes, a jubiláló Bába Bokra Néptánc Együttes is szerepel a mai napon. Ők milyen műsorral készülnek? Szerintem ez legyen meglepetés, hogy milyen műsorra készülnek. A jubiláló Bába Bokráról csak annyit kell mondani, hogy valójában itt júniusban volt az az ünnepség, amikor a jubilómi ünnepségük volt nekik, és hát kis teleki, de nagyon sok balázsai táncos van benne, és itt nem is az a lényeg, hogy melyik település, hanem hogy környékbeli, ismerjük őket, nagyon sok tehetséges fiatal, nagyon sok olyan felnőtt közöttük, akik nagyon sokat tettek már ezért, és gyakorlatilag generációk, hogy felnőnek. Itt nálunk is az iskolában nagyon sokan vannak, akik a tanárnő és a munkatársai képzésében, nevelésében vesznek részt, és azt tapasztaltuk, hogy akik alsó osztályos korban becsatlakoztak, azok felnőtt korukig együtt vannak, és azon kívül, hogy nagyon nem is akármilyen sporttevékenység ez a néptánc, azon kívül nagyon jó kapcsolatok, baráti szálak szövődnek, és szerintem ez részükre is, vagy számukra is egy életre szóló élmény, és azoknak is nagy élmény, akik ezeket látják és megtapasztalják, és legyen bármilyen települési rendezvény, hál' Isten a Bába Bokra Néptánc Együttes itt van, az apraja nagyja. Ugyanezt el lehet mondani a Csolyospálosiakra, a Kalapos Tánc Együttesre, ők is nagyon sokszor itt vannak, és nagyon nagy köszönet nekik. Visszatérve a külföldi táncosainkra, kíváncsian várom, hogy na akkor az ő folklórjuk, az ő zenéjük mit mutat, egyáltalán ezek a hagyományok, és hogyan kicsit összevetjük a magyar hagyományokkal. Örülök annak, hogy ez a lehetőség összejött, és ma ezt a rendezvényt meg tudjuk szervezni. Mai estén európai népek táncát lehet látni itt a Balázsi Sportcsarnokban. Miért fontos, hogy a magyar tánc is képviseltesse magát? Először is nagyon örülök annak, hogy Balázsán ez már a második rendezvény, és valóban európai tánccsoportok vesznek részt. Akkor, amikor éppen most az Európai Uniós Elnökség időszakát éljük Magyarországon, illetve egész Európában, ez is bizonyítja azt, hogy mennyire nyitottak vagyunk. Mennyire szeretnénk azt, hogyha az európai népek valóban békében, biztonságban legyenek, és ezek a táncok, ezek a fesztiválok, ezek a rendezvények mind azt a célt szolgálják, hogy igen, az európai népek azok közösek vagyunk, befogadók vagyunk, és azt a tánckultúrát, amit egyes országok bemutatnak, mennyire tudjuk értékelni. És az, hogy ez itt Balázstján van, ennek pedig külön örülök, mert egy kis település is képes arra, hogy ilyen nagyszerű, európai szintű rendezvényeket tudjon megtartani. Miért fontos, hogy fiatal korban már tanuljanak táncot a gyermekek? A tánc ugye az a mozgáskultúrának, a ritmusérzéknek, a kultúrának egy nagyon fontos eleme. És az, hogy nem csak kistelek is természetesen, de több településen is nagyon sok kisgyerekekkel induló különböző tánctanfolyam, ritmikus sportgimnasztikától kezdve számtalan műfaj létezik, ami megadja a gyerekeknek azt a kulturális alapot, megadja azt a mozgást, megadja azt a testi felépítést már picikortól kezdve, amit a tánc tud adni, azt a ritmusérzéket, azt a temperamentumot, ami főleg a magyar táncoknál meg még jellegzetesebb. Ez a magyar nemzeti, mondhatnám, genetikának az alapja, éppen ezért, amikor kistelekről beszélünk, ez egy jó helyszín, de nem csak kistelek az ország, számos helyén vannak ilyen nagyszerű kezdeményezések és ilyen nagyszerű lehetőségek, amelyek valóban a jövő generációnak a nemzeti, egy kicsit a nemzeti tudatot is tudja formálni, amikor néptáncról beszélünk, amikor régi emlékeket idézünk föl, meséket, mondákat. Azt hiszem, hogy erre a legjobb példa most az augusztus 20-ai tűzijáték volt, amikor a régi mondavilágból előjöttek azok az elemek, aki ezt végigfigyelte, én nekem borzongott a hátam, megmondom őszintén, és olyan jó esőérzés volt, és ez mind valahol itt a táncnál kezdődik, amikor a gyerekeknek az első pillanatban ezt a kulturális, ősi kulturális élményt megtapasztalják, és ez rendkívül fontos, és ez követendő mindannyiunk számára. Thank you.
Véget ért a színidő. A Kisteleki Általános Iskola diákjai augusztus 27-e és 29-e között már a következő tanév tankönyvcsomagját is átvették. Az állam által előírtaknak megfelelően az általános iskola minden diákja ingyenesen jutottak a tankönyvekhez, melynek egy része tartós tankönyv az iskola könyvtárának tulajdonát képezi. Mondja egy osztás. A. Melyik a? Első. Első a. És a neved? Kisteleki Általános Iskolában tankönyvosztással indul az új tanév. Mi történik itt a mai napon? Hát úgy látom, hogy nagyon nagy roham érkezett az iskolába, és bár odakint még ezerrel tombol a nyár, de azért a szülők és a gyerekek már készülnek a következő tanévre, és a mai naptól délutánonként 3 napon keresztül az ingyenes tankönyvcsomagoknak az átadása történik. Nagyon fontos megjegyezni, hogy minden gyerek, minden tanuló ingyen kapja a tankönyveket, és igazából össze is vannak készítve, csak regisztrálni kell azt, hogy melyik tanuló vette már át. Tehát nem kell semmilyen rendszeres gyermekvédelmi vagy egyéb más kedvezményre jogosító igazolást hozni a szülőknek, hiszen alanyi jogon minden tanulónak ingyen jár a tankönyvcsomag. Tessék parancsolni! A Kisteleki Általános Iskolába augusztus 14-én érkezett meg a tankönyv, 3 raklappal, úgyhogy ezeknek a szétszortírozása, szétválogatása megtörtént, és osztályonként személyekre lebontva a kollégám a mai naptól ki fogja osztani a szülőknek és a gyerekeknek. Ahogy elnézem, a szülők és a gyerekek egyaránt nagyon izgatottak, hogy milyen tankönyvekből fognak tanulni a következő tanévben. Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Milyen minőségűek ezek a tankönyvek? Ez már nem a mozaik tankönyvcsaládhoz tartozik. Nyilván az állami nyomda, vagy az állami szervek azok, akik elfogadják, hogy mely tankönyvek azok, amelyek az állami oktatásban használhatóak. A következő tanévnek az előkészítése már áprilisban elkezdődik ezen a vonalon, tehát akkor kell összeülnie azoknak a tanítónéknek, pedagógusoknak, hogy a lehetőségek közül melyek azok a tankönyvek, amelyeket változtatnak. 2020-ban új nemzeti alaptantert került bevezetésre, és ennek át kellett dolgozni valamelyest a különböző tankönyvcsaládokat, de azért azt gondolom, hogy nagyon sok új és szép kiadvány áll rendelkezésre. Ezek a kiadványok, ezek igazából az iskola tulajdonát képezik, de mi használatba odaadjuk a gyerekeknek. Viszont minden évben minden tanuló új tankönyvet kap, tehát nem kell visszaadni. Nagyon ritka az, amikor vissza kell adni a tanév végén azokat a könyveket, amelyek esetleg teljesen sérülésmentesek, de minden évben minden tanuló új tankönyvet kap. Mint ahogy említette is, ezek a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik. Mire érdemes odafigyelni itt a tanév alatt? Hát arra, hogy a tanév végéig megfelelő állapotban maradjanak ezek a taneszközök, nyilvánvalóan ahhoz, hogy az eredményes felkészülést tudja biztosítani a tanuló, és a pedagógus egyaránt vigyázni kell a tankönyvekre. Természetesen a nyáron azért volt némi mozgás, tehát, mint mondtam, áprilisban lezárul a tankönyveknek a megrendelése, de az újonnan belépő gyerekeknek sem kell izgulnia, esetleg néhány hetes csúszással, de szeptember 15-e környékére, 20-ára biztosan megkapják ők is a tankönyvet, hiszen pótrendelést kell az ő számukra leadnunk, tehát ide mindig annyi tankönyv érkezik, ahány gyereknek igényeltünk áprilisban, és az újonnan érkezőknek pedig ebben a pótrendelésben szeptember 20-áig körülbelül meg fognak érkezni a tankönyvek. Tankönyvosztással elindul az új tanév is. Mi lesz az idei tanévnek a menete? Hát ez egy nagyon szép, hosszú tanév lesz megint csak, szeptember 2-től 2025. június 20-áig fog tartani. Ezt a helyi tanévrendjét majd ki fogom hirdetni a kollégáknak és a szülőknek nyilván az iskola honlapján. Körülbelül ugyanabban a menetben fog indulni a tanév, ahogy az elmúlt években, tehát valószínűleg jön majd a Mikulás, és ha minden igaz, akkor lesz karácsonyunk is, tehát hogy ez az ütemezés nem fog változni. Amit most ebben a tanévben szeretnénk megvalósítani, hogy az oktatási hivatal által
hát igazából preferált témahetekhez a mi intézményünk is csatlakozik még pluszban. Ezek március folyamán fognak majd, márciustól fognak megvalósulni. Ez a pénzügyi tudatosságot elősegítő pénzhét, akkor lesz egy digitális témahetünk, és lesz majd egy fenntarthatósági témahetünk is, úgyhogy ezek még színesítik a tanév programját. De ugyanúgy tervezünk pályaorientációs napot, diáksportnapot, gyermeknapot, különböző olyan programokat, hogy ezt a hosszú tanévet azért mindenki számára élhetővé és elviselhetővé tegyük. Természetesen a fókuszban továbbra is a tanulmányi munka áll, és azoknak az ismereteknek az elsajátítása, amelyek fontosak ahhoz, hogy a tanulmányok tovább lépjenek majd. Akár magasabb osztályban, vagy akár a középiskolában. Hány gyermek kezdi meg a tanévet szeptember 2-án az intézményben? Hát a mostani számítások szerint 545 tanuló kezdi meg a Kisteki Általános Iskolában a tanévet. Ez körülbelül azonos létszám, mint az előző években megszokott volt. Én azt gondolom, hogy ez még egy kezelhető, bár nem kis létszám, de próbálunk mindenkire egyéni odafigyeléssel és egyéni felzárkóztatással, vagy tehetséggondozással, vagy segítéssel odafigyelni, hogy mindenki a képességei szerint a lehető leginkább ki tudja bontakoztatni a saját tehetségét. Fontos változás is életbe lép az új tanévben, nem lehet már mobileszközbe hozni a diákoknak. Itt ez hogyan fog megvalósulni? Nem egészen erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezeknek az eszközöknek a korlátozása, a használata, tehát be lehet hozni az iskolába, és nem is elvárás az, hogy egy bejárós gyereknél ne legyen mobil eszköz, de internet elérésére alkalmas, felvétel készítésére alkalmas technikai eszközöknek a tanulónál nem lehetnek tanítási időben. Tehát ez azt jelenti, hogy most fogjuk módosítani a házirendünket, hogy az iskolába lépéskor, illetve az első tanítási óra kezdete előtt ezeket le kell adni, valószínűleg annak a pedagógusnak, akivel az első órája van a tanulónak, és hogyha végzett a tanítással, akkor fogja ezt majd visszakapni, valószínűleg a tanári szobában. Ennek a rendjét meg fogjuk határozni pontosan a házirendben, és nyilván nagyon kell erre figyelni. Én majd a szülőértekezeteket fogok tartani természetesen a kedves szülőknek. A gyerekekkel is fogunk erről beszélni, hogy miért van erre szükség. Tehát mi nem megtiltjuk ezeknek az eszközöknek a használatát, hanem korlátozzuk, hogy a tanulási időben ne vegye el a figyelmét. Tehát nagyon-nagyon fontos azt látnunk, hogy már az, hogy a zsebébe van, le van némítva, a táskájában derezeg, de azt figyeli, hogy milyen új információ birtoká, tehát ez mennyire elvonja a gyerekeknek a figyelmét, és ezt kell kontroll alatt tartani, és azt gondolom, hogy egy sokkal nyugodtabb és higgadtabb légkörben fogunk tudni tanítani, és bízom benne, hogy ezt a szülők majd ezt meg fogják érteni, és próbálunk tényleg arra koncentrálni, hogy a tanulás-tanítás folyamata az zavartalan legyen. Arról nem beszélve, hogy különböző, tehát a gyerekek közötti interakció és a kommunikáció, hogy egymás mellett állnak és messengeren üzengetnek egymásnak, tehát ez borzasztó még látni is, tehát én azt gondolom, hogy ezek az interakciók, ezek a szociális kompetenciák azért egész más irányba fognak fejlődni, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. Bizonyára, hogy nem lesz ez egyszerű. Vannak már olyan iskolák, sőt nagyon sok olyan iskola van, akik már ezt évek óta bevezették, ott nagyon pozitívak a tapasztalatok. Nyilván itt azért nagy tanulói létszámmal kell dolgoznunk, meg kell oldani az eszközöknek a tárolását, de biztos vagyok benne, vagy nagyon bízom abban, hogy sikeresek leszünk, és a név végén majd úgy tudok nyilatkozni, hogy megérte. Augusztus 28-án az Ópusztaszeri plébánián találkoztak először az Árpád-fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 9-es tanulói. Idén a gimnázium osztályban 22-en, míg a technikumi osztályban 15-en kezdik meg a tanévet szeptemberben. Jó, minden csapat kap egy pingponglabdát, és át kell gurítanod így ezeken a kartonlapokon, jó? Ha leesik, újra kezdjük. Az Árpád-fejedelem Gimnázium nyári táborában vagyunk. Miről szól a mai nap? Ez egy olyan tábor a mai nap, amikor is a leendő 9-es tanulók jönnek, és próbálunk őket megismertetni egymással, közösséget építeni. Különböző programok várják a diákokat a mai napon. Milyen programokkal találkozhatnak? Játékos csapatépítő, önismereti, ismereti játékok volt, lovasprogram, elmentünk ugye egy óra hosszás lovastúrára, illetve ebéd és játékok délután is. A mai nap a közösségépítésről is szól. Milyen közösségépítő feladatokon vettek részt a diákok?
Hát először is kezdtünk egy ismerkedős név ismerős játékkal, majd ilyen kisebb, illetve kisebb nagyobb csoportokban, két nagy csoportban ment tovább a játék, és a gyerekek megtudhatták, megismerhették a másik, akik osztálytársaik lesznek, meg évfolyamtársaik, hiszen most két osztály indul a gimnáziumban, és ebből adódóan próbáltuk a játékokkal egy kicsikét közelebb hozni az eddig egymást nem ismerő diákokat. Hány gyermek vesz részt az idei táborban? A táborban 22 gyermek van jelenleg most a gulyatáborban, de több diákunk lesz, csak többen nem tudtak eljönni. Mik a mai nap tapasztalatai? Mennyire erős programokkal várták a diákokat? Ugye a programokat a diák önkormányzat tagjai szervezték, illetve a diák önkormányzat segítő tanárnő, Rácz a kolléganőm, most helyette én nyilatkozom. A programok tulajdonképpen olyan jellegűek voltak, hogy a gyerekek az, hogy egymást megismerjék, az csak egy dolog, de azon kívül tudjanak kapcsolódni, ezáltal már az iskolát úgy kezdjék meg szeptember 2-án, hétfőn, hogy egyfajta kötődés van az osztálytársai, a vendő osztálytársai felé. Fekete ponttal indul a szeptember, ha nem figyelsz. Tehát hátra kell önteni a hátad mögött álló poharába, neki nagyon figyelnie kell tartani, az a csapat nyer, akinek a végén több víz marad az utolsó pohárban, vagy egyáltalán marad víz. Az Árpád-Fejlem gimnázium nyári gólyatáborában vagyunk. Milyen programok voltak itt a mai napon? Volt lábösszekötős feladatok, ilyen sílécen három főnek végig kellett menni a pályákon, bójákkal, meg volt olyan, amikor összeálltunk, és a hátunk mögött volt egy lufi, és az emberek mögöttünk, és úgy kellett végigmennünk a szlalompályán, hogy ne ejtsük le a lufit. Melyik volt a te kedvenc feladatod? A lufis. Honnan érkeztél a mai táborban? Balástjáról érkeztem. Kicsit visszakanyarodva az iskola választáshoz, az Árpád-Fejlem gimnáziumban kezded meg a szeptemberi tanévkezdést. Miért pont erre a intézményre esett a választásod? A családbarátias környezet miatt és az iskola jó hangulata miatt választottam. A mai napon különböző feladatok is vannak. Hogy érzed magad a táborban? Egészen jól, sok sportos játék volt inkább, vetélkedők, úgyhogy nem volt egy laza. Mekkora lehetőség ez a közös ismerkedésre? Szerintem a legjobb, hiszen együtt van a csapat is, illetve a tanárok is itt vannak, illetve már az intézménybe járó diákok is itt vannak, akik még jobb betekintést hoznak nekünk az iskolából. Milyen várakozásaid vannak a közelgő tanévkezdésre? Igazából izgatott vagyok, kicsit félek is, de remélem, hogy minden jó lesz. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola Bába Bokra Néptánc Együttesének rakói élménybeszámolóját hallhatják. Ellátogatunk az ópusztaszeri Aha Ménes birtokára, és Balogh Péter geográfus szemléletváltó előadását is megtekintetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!